Üdv újra a Fatima Panka csatornán! A legelső dolog, amit szeretnék nektek elmondani, az, hogy ne haragudjatok azért, hogy ennyire sokáig nem volt videó. Elég sok minden történt az utóbbi pár hétben, ami miatt egyszerűen nem tudtam videózni, nem volt rá lehetőségem, nem volt rá időm, úgyhogy remélem megértitek. Vannak ilyen nagyon-nagyon elfoglalt, meg problémás időszakok, de semmi komoly gond nincsen egyáltalán, csak egy kicsit sok minden volt, ami beleszólt, és közbe jött az életembe, és nem tudtam emiatt szabad-e tenni annyi időt a videózásra, mint ahogy előtte. De ez most majd szépen visszaáll a régi menetrendbe, mert rengeteg új videós ötletem van, és az is egyébként közbejátszott, meg közrejátszott ebben a dologban, hogy tönkrement az egyik objektívem, amit a legtöbbet szoktam használni videózáshoz, és a másikkal egy kicsit nehezebb volt maga a folyamat, úgyhogy ezért nem is erőltettem, viszont megjavult, megjavította egy nagyon jó barátom, úgyhogy köszönöm, úgyis tudod ki vagy. És most végre a régi obimmal tudok videózni. De nem is szaporítom tovább a szót, a mai videó az a hűtőrendszerezésről fog szólni, és sokat gondolkodtam, hogy hogy is álljak neki ennek a videónak, mert annyiféle lehetőség meg kombináció létezik, mert gondoltam, hogy először mindenképpen meg szeretném nektek mutogatni azokat a dolgokat, amiket beszereztem magához a rendszerezéshez. És akkor utána kitakarítjuk együtt a hűtőt, remélem ez ad nektek is egy kis motivációt, meg egy kis rendszerezős, takarítgatós löketet, és akkor utána mindent szépen belehelyezünk, meg elrendezünk ezekben a tárolókban. Nem tudom, hogy látjátok-e a lelkesedést az arcomon, hogy mennyire imádok rendszerezni, egyszerűen imádom, és végre kijutottam Ausztriába, ugye mi elég közel lakunk Ausztriához, körülbelül 30 percre van tőlem egy bolt, amit már nagyon-nagyon régóta meg szerettem volna nézni. Úgy hívják, hogy Teddy, Oberwartban van egyébként, és Bori barátnőmről tudok róla, és hasonló, mint a Pepco, meg a Kik, vagy a K.I.K., nem tudom, hogy kell mondani a nevét, de meg mégis sokkal-sokkal több minden van, meg egy kicsit más jellegű dolgok is vannak, és rengeteg mindent találtam hűtőrendszerezéshez, és elmentem egy másik üzletbe is ott Oberwartban, annak pedig az a neve, hogy Depó, tehát onnan és ebből a Teddyből szereztem be a dolgokat, de nagyon könnyen találhattok hasonlót IKEA-ban például, csak tőlem most az IKEA konkrétan messzebb van, mint ezek az üzletek, vagy Pepco-ban, Gizk-ben, vagy Kik-ben, szóval ezek tök jó helyek. Na, úgyhogy kezdjünk is bele, megmutatom, hogy milyen rendszerezőket találtam. Egyébként mielőtt elmentem vásárolni, azért megpróbáltam átnézni a hűtőt, hogy pontosan milyen jellegű termékek vannak benne, és hogy mi az, aminek megfelelő tárolási eszközt, megtárolóeszközt kell használnom. És az első dolog, amit megütköztem, pontosabban ami szembe került velem, az ugye a magtejek, a növényi tejek. Úgyhogy vettem két ilyen bödönt. Általában csak egyféle magtejünk van itthon, de van, amikor kétféle van, úgyhogy gondoltam, biztosra megyek, hogyha nem növényi tejet teszünk bele, akkor lehet bele limonádét, vagy lehet benne szűrt vizet is lehűteni, mert nem tudom, nagyon-nagyon meleg van most, iszonyat kánikula van, úgyhogy az mindig jól jön, hogyha van egy kis hideg víz. Úgyhogy annyira jó pofa elkezdte, Teddyben találtam egyébként, ez van ráírva, hogy original, és ez egy literes kis tároló, nagyon egyszerű fém kupakkal, úgyhogy ez egyébként magyar forintban is rajta van, 490 forintnak megfelelő euró volt, és nagyon tetszett az, ahogy kinéz, és mindenképpen szerettem volna egyformát venni, mert az egyforma méretű tárolók nyilvánvalóan sokkal jobban elférnek egymás mellett. Egyébként hasraütésszerűen vásároltam be, mert nem igazán tudom, hogy majd menet közben milyen problémák fognak majd felmerülni, tehát lehet, hogy lesz még egy kör majd, mert amikor az ember csinálja, és már a rendszerezést végzi, akkor nagyon sokszor előjönnek még plusz dolgok, amikre az elején nem gondolt. Úgyhogy nem baj, most így kezdetnek ez így elég lesz. Van egyébként műanyagtároló is, mert nem találtam üvegből, csak üvegből olyanokat, amik megfelelnek, viszont vettem egy ilyen nagyon klasszikus csatos üveget, 630 forintnak megfelelő euró volt, és ezt azért vettem, mert én rengeteg savanyú káposztát eszem, mindig is nagyon imádtam, és mindig van a hűtőben. Viszont
mi az Aldiban szoktuk venni, és egy ilyen, nem tudom, milyen nagyon vastag csomagban van benne, amit ollóval kell elvágni, és utána mindig az van, hogy ilyen kis klipszel visszafogatjuk, de azért jön ki belőle eléggé a szaga, eléggé erős szaga van. Nem szerettem volna, hogyha minden nagyon bevenné azt a káposzta szagot, mert ez azért nem mindig jó. Bármennyire finom, azért ez nem mindig jó. Úgyhogy vettem egy ilyen üvegtárolót, és mivel ugye fermentált, ecetes, ezért nem akartam feltétlenül műanyagba rakni, úgyhogy talán ebbe belefér, nagyon remélem. Aztán a következő két dolog, ez két műanyag tároló. Na hát az egyiket, azt egy kicsit benéztem, ugyanis az egyik az egy ilyen nagyon csúnya, felvágottas, de én totál azt hittem, hogy ez egy leszedhető matrica. Nem tudom, miért gondoltam. Megláttam, mert egyébként praktikus, tehát gyakorlatilag azt hivatott ez mutatni, meg demonstrálni, hogy ez felvágottaknak, meg szeletelt sajtoknak való tároló. Egyébként nagyon jó a kialakítása, és nagyon jól meg lehet vele előzni, hogy az ilyen felvágottak, mert hát vegán felvágottak, meg vegán sajtok is vannak, ne gurgulászanak meg, dőljenek szét a hűtőben, mert nem tudom elmondani, hogy mennyire idegesít. Úgyhogy vettem kettőt, már másodszorra, amikor aztán rájöttem, hogy hoppá, ez nem leszedhető, nem matricás, de annyira nem tetszik, borzasztó. Mindegy, majd fejjel fele fogom tárolni, vagy nem tudom, hogy majd ráteszek valamit, de miután ezzel szembesültem, a másikból ilyet választottam. Annyira felesleges ezt rátenni. Na mindegy, ez egy kicsit ilyen fél volt. Van néhány, amit már így elmostam, és amiről már leszedtem a matricákat, szóval nem tudom megmondani, hogy ez mennyibe került, de olyan 300 forint körül lehetett, vagy valahogy így. Úgyhogy ebből vettem a kettőt, mert most már a Sperban, az Aldiban, elég sok helyen, főleg Ausztriában lehet ilyen vegan felvágottszerűségeket kapni, meg sajtokat is, úgyhogy ezeket azért vettem. A következő dolog, az egy ilyen eléggé multifunkciós dolog. Van itt két ilyen kis picike műanyag doboz, teljesen egyszerű. Ez 0,85 euró volt. Az a lényeg, hogy ez egy ilyen rápattintható tetős megoldás, és ezt kifejezetten a bogyós gyümölcsöknek vettem. A másik ilyen dolog, ami nagyon idegesít a hűtőben, az a bogyós gyümölcsöknek az elrendezése. Egyrészt nagyon szeretnék olyan helyet találni, és lehet, hogy ez majd a piac lesz, de még nem tudom, hogy mik a lehetőségek itt a szombathelyi piacon. Szóval szeretnék olyan lehetőséget találni, ahol nem ezekben az eldobható műanyag kis dobozokban lehet hozzájutni a bogyós gyümölcsökhöz, mert én nagyon sokat eszem belőlük, nagyon szeretem őket, végtelenül egészségesek, most szezonjuk is van, tehát ez egy olyan dolog, amire szívesen költök. Viszont nagyon nem praktikus az, ahogy a különböző méretű ilyen kis dobozok hemperegnek a hűtőben. Szóval az a tervem, hogy ezeket ebbe fogom belerakni. És mivel átlátszó, könnyen meg lehet állapítani, hogy mi van benne. Így ebből vettem kettőt, mert általában málna, meg áfonya van itthon, csak most angolul jutott eszembe a neve, és majdnem azt mondtam, hogy blueberry, de áfonya. Szóval, hogy áfonya van itthon legtöbbször, meg vettem epernek is egy kicsit nagyobbat, de aztán ezt bármire lehet használni, akár koktélparadicsomot is lehet beletenni. És aztán vettem még két ilyen átlátszó, egymásra rakható kis dobozt, ezt is igazából ilyen, nem tudom, meg ilyen maradék zöldségeknek, ilyen pár szelet paprikák szoktak maradni néha, vagy egy fél hagyma, ha egy receptbe például nem kell, vagy hogyha mondjuk el kell valahol vinni egy kis kaját, akkor ez arra is jó, szóval sok mindenre lehet használni, de mindenképpen szeretem, hogy átlátszó is bele lehet látni, hogy mi van. Mert amúgy voltak nagyon jó fejszínes tároló dobozok, csak azért azok nem mindig annyira praktikusok, főleg nem a hűtőben, ahol az ember el szeretne tájékozódni. És akkor még van itt kettő darab ilyen rendszerező, ami ilyen lapos, és ez a hűtő aljába való. Tudjátok, van az a frissen tartó láda alul, és ez abba való ilyen kis rendszerező, amit nem bánok, mert ott is az a problémám, hogy hiába állogatom be szépen sorba, az 3 nap múlva már nem úgy néz ki. Pedig én tényleg nagyon figyelek arra, hogy néz ki a hűtőm, de ettől azért elég sok mindent remélek. Igazából ezt az ember egyszer belerakja, és utána már csak tisztogatni kell, szóval ez akár végtelen ideig is
szolgálatot tehet nekünk. Aztán van itt még két gyönyörűséges üveg tároló. Ez 3 euró volt per darab. A Depó nevű Overwelt üzletben vettem, ami egy csodálatos... Szóval a Depó egy csodálatos üzlet, hogyha van a közeletekben, gondolom Németországban meg Ausztria nagy részén eléggé népszerű lehet. Na de az a lényeg, hogy gyönyörű dekortárgyak vannak. Na most azt, hogy ezt eltöröm, az senkinek nem lesz jó, úgyhogy inkább ezt eddig leteszem. És ezeket azért vettem, mert mindig szokott itthon lenni kétféle növényi joghurt. Általában valami ízesített, meg valami natur. És szeretném ezeket ebbe átrakni, mert sokkal-sokkal szebb lesz. Ott is ez a baj, hogy sokszor nem ugyanolyan méretű kiszerelésben jönnek, viszont így egységesíteni tudom. És legalább talán egy kicsit jobban szem előtt lesz, és nem felejtem el, és nem romlik meg, mert sokszor járok úgy, hogy elfelejtem, hogy van joghurt, és mit tudom én, valami eltakarja, mert előtte van, elé pakoltunk, és aztán nem szeretek kidobni ételt. És akkor megmarad mondjuk a doboz negyede. Úgyhogy ezzel szeretném kivédeni. Kettő doboz van még itt, amit szeretnék nektek megmutatni. Az egyik, az egy ilyen kisebb fajta fehér doboz. Ez 920 forint volt. És ebben az a jó, hogy ebben vannak ilyen elválasztók, és ezt azért vettem, mert az ilyen mindenféle csípős szószainkat, meg majonézt, meg ilyesmiket, mustárt, ketchupot, tabaszkó szószt, akkor kis kiszerelésű kapribogyót, megbontott pesztót, ebbe bele tudom állogatni. És hogyha valami szószra van szükségem, csak kihúzom, kiveszem belőle, ami kell, és már kész is. És sokkal-sokkal szebben fog kinézni, mint ahogy most van. Úgyhogy ettől nagyon szép dolgokat várok, az a helyzet. És az utolsó, az pedig ez a nagyobb fajta kosár. Ez 780 forint volt, és ezt azért vettem, mert sokszor van nálunk olyasmi, mint mondjuk humusz, vagy mondjuk kis joghurt, amit nem fog átrakni a nagy tárolóba, de akkor azokat így, tehát azok így nem fogják egyenként ellepni a hűtőt, hanem bele tudom állogatni ebbe. És a legjobb dolog, a legutolsó, amit mutatni szeretnék nektek, az ez a matrica, mert mindent fel fogok majd matricázni, mert azt nagyon jól néz ki. És ezt a Depóban találtam, ilyen krétával megcímezhető, vagy hát megírható kis matrica, amit utána le lehet törölni. Bár én most vettem egy ilyen fehér tollat, ez nem tudom, hogy letörölhető-e, nem biztos, de az a lényeg, hogy nagyon szeretném ezeket szépen felmatricázni. Hát ezeket vásároltam, most az első lépésünk az lesz, hogy amit még nem mostam el, meg nem matricáztam le, azt elmosogatom, meg lematricázom, és akkor utána mindent kipakolunk a hűtőből, kitakarítjuk a hűtőt hátul cettig, a fagyasztót azt most hagyom, mert ott elég pici a hely, szóval tényleg pár zacskó van benne, meg egy kocka, tehát így körülbelül ennyi, és kitakarítom a hűtőt, utána pedig elkezdtünk rendszerezni. Úgyhogy most time-lapse-ekre számíthattok, és akkor ha közben valami eszembe jut, akkor majd is megállok és elmesélem. De lehet, hogy majd csinálok egy kis hanggal elmondást, hogy tudjátok követni, hogy mi történik. Ez nekem is új lesz, mert most real time velem vagytok, úgyhogy nem tudom közben majd hogy alakul. Na, álljunk is neki! Az első lépés az lesz, hogy mindent elmosok, amit eddig még nem mostam el. Nyilván nagyon fontos, hogy tiszta edényekbe rakjuk majd az élelmiszereket, és egy csomó matrica volt még rajtuk, úgyhogy azoktól is megszabadítottam a tárolókat. Nagyon idegesítő egyébként, hogy ilyen lehetetlen helyekre ragasztják a matricákat, és akkor vagy lejön szépen, vagy nem. Na mindegy, ezzel azért elbabráltam egy ideig, úgyhogy most ezt láthatjátok, és aztán megszárítottam őket a kis edényszárítón, és aztán volt idejük addig megszáradni pont, amíg kitakarítottam a hűtőt. Úgyhogy először mosogatás.
Az egész folyamat talán legizgalmasabb része, amikor mindent kiszedünk a hűtőből egy helyre. Ez is egyébként egy kicsit ilyen KonMari módszeres téma, amikor meglátod tényleg azokat a dolgokat is, amiket nem használsz minden egyes nap. És sajnos a mi hűtőnkben is volt egy-két olyan dolog, amit mondjuk ajándékba kaptunk, mert valaki jött vendégségbe, és akkor hozott üdítőt, de mi meg nem isszuk nagyon ezeket. Szóval, hogy ezek már egy ideje benne álltak a hűtőben, úgyhogy ezektől nyilvánvalóan meg kellett szabadulni, és jó átnézni azt, hogy tényleg mi az, amire valóban szükség van, meg mi az, aminek mondjuk lejárt már a szavatossága. Szerencsére nem sok ilyen volt, de az utóbbi időben nem nagyon tudtam főzni, úgyhogy sajnos volt néhány zöldség, ami már nem bírta a strapát, úgyhogy ezektől sajnos meg kellett szabadulnom. Ilyen néha előfordul, de azért is jó egyet így reszetelni a hűtőn, hogy ez a jövőben ne történjen meg. És aztán ugorhatunk is a takarítás részére. Azért én mindig igyekszem tisztán tartani a hűtőt, szóval nem volt egyáltalán vészesen koszos, vagy nem tudom, ilyen ragacsos, mert hogyha valami esetleg kifolyik, akkor azt azonnal ugye fel szoktam törölni, hogy ne legyen ilyen évszázados mocsak a hűtőben, nyilván az nem is egészséges, meg nem is szép. Úgyhogy csak így egy ilyen nagyon természetes sprével, amit a DM-ben találtam, és egyébként ez is vegán, átfújtam, meg nedves törlőkendővel áttöröltem, és akkor a végén pedig egy szárazzal. És nem szeretem kiszedni egyébként a polcokat, de szerencsére nem is volt rá szükség. Úgyhogy igazából csak így áttöröltem, meg ezzel a fertőtlenítő sprével átfújtam. Úgyhogy ez így pont megfelelő volt, és természetesen nem feledkezhetünk meg az oldalsó polcokról sem, amihez néha egy kicsit nehéz hozzáférni, de ugyanúgy a hűtő része, úgyhogy fontos kitakarítani ezeket is. És akkor most láthatjátok, ahogy elkezdem rendszerezni a fiókokat, először az alsó kihúzható fiókba tartozó kis rendszerezőket töltögetem meg a zöldségekkel. Nyilván ennél általában sokkal több zöldség meg gyümölcs van itthon, mint amit most láttok, de ezen szisztéma szerint még azért lesz lehetőségem rendszerezni, úgyhogy most már tudom, hogy milyen rendszerezőket kell venni, hogyha szeretnék, és az alsó fiókban is volt még elég sok hely, meg a különböző polcokon is. Úgyhogy, amint mondtam, a bogyós gyümölcsöket ezekbe a kicsi műanyag dobozokba raktam, a zöldségeket láttátok, hogy ezekbe a laposakba, a kihúzható fiókba, és hát tényleg rengeteg málnát meg áfonyát teszünk, úgyhogy ha valaki tudja, hogy Szombathelyen hol lehet, vagy kitől lehet nem műanyag dobozban kaphatót vásárolni, akkor szóljatok. Itt van ez a kis szekcionált doboz, amit mutattam, és ez egy kicsit kisebbnek bizonyult, mint ahogy gondoltam, és túl nagyok voltak az üvegek bele, de egy ilyen szekciót, egy kis elválasztott eltávolítottam belőle, és utána már tök jó volt, és beleállogattam a szószokat. Ez a felvágott, és ez elég egyértelmű, ebbe csak beleraktam a felvágottakat, meg az egy darab sajtot, ami volt itthon, és aztán az összes többi vialájfos sajtot, meg sütőmargarint, meg majonézt, meg ketchupot ebbe a nagyobb dobozba raktam bele. Aztán meg is töltöm a csatos üveget a savanyú káposztával, sokkal egyszerűbb beleönteni, és akkor nem káposztázom össze az egész asztalt, de ez tökéletesen pont akkora, amekkorának lennie kellett. És akkor jöhetnek a joghurtok. Az a jó egyébként, hogy a joghurtok szín alapján meg lehet állapítani, hogy melyik-melyik, de én azért rá is fogom írni majd a végén, hogy az egyik az édes, a másik a natur. És itt töltöm meg növényi tejjel az egyik teljes bödönt, a másikba pedig úgy döntöttem, hogy egy kis szörpöt fogok készíteni, ez fekete ribizli szörp, de a végén azt írtam rá, hogy málna. Nem tudom miért, pedig fekete ribizli. És itt van ez a kis ragasztó, kis matrica, ami egyébként nagyon tetszik, de
sokkal szebben szerettem volna ráírni a címeket, és ez nem sikerült, mert ami krétem volt itthon, az túl vastag volt, és nem tetsz, az nem tetszik, és a toll, amit vettem, az meg egyáltalán nem működött, mert ilyen nagyon vizes volt, így lehet, hogy én csinálok valamit rosszul, de az egyáltalán nem vált be, viszont a kréta igen, és egyébként nem lett rossz az eredmény, de majd veszek egy másik fajta krétet, és akkor talán jobb lesz. Úgyhogy most a legizgalmasabb rész az egésznek, amikor ezeket mind belepakoljuk a hűtőbe. Itt azért egy kicsit modelleztem, azt láthatjátok, de ki kell próbálni, hogy hogy néz ki a legjobban, úgyhogy én adtam ennek egy kis időt. Nos, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, de én nagyon-nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, teljesen feldobottam, úgyhogy szerintem jól sikerült ez a kis hűtő átalakítás, hűtő makeover. Szóval köszönöm, hogy türelmesek vagytok, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, mert kaptam üzeneteket, amikben emberek azt feltételezték, hogy már soha nem fogok erre a csatornára posztolni, de erről szó sincsen, sőt, rengeteg izgalmas videó jön, meg sorakozik, mert éppen most alakítjuk át a teraszt, pontosabban berendezzük. Semmi olyan hatalmas, nagy extra dologra nem kell gondolni, de pont ma érkezik a napágyunk, meg a napernyőnk, úgyhogy tele vagyunk növényekkel, szóval sokkal otthonosabb bevarázsoltuk az egészet, úgyhogy mindenképpen szeretnék majd ilyen kis terasztúrát tartani. Illetve a következő videó egy ilyen haul videó lesz, amiben olyan dolgokat mutatok nektek, amik ilyen kerti, kültéri kiegészítők, sőt, jövő héten egy vacsit is tartok a barátnőimnek, úgyhogy ahhoz is vettem nagyon jó fej dekorcuccokat, úgyhogy remélem, hogy majd a következő videóban is velem tartotok. Én nagyon izgatottan várom, hogy ezeket felvegyem, meg ezt is megszerkeztem, szóval tényleg ne aggódjatok, itt vagyok, csak az elmúlt pár hét egy kicsit húzós volt sok szempontból, úgyhogy találkozunk a következő videóban is, és ha tetszett, légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek Instagramon, ugyanis ott mindig értesítelek benneteket az aktuális fejleményekről. Úgyhogy nem kell megijedni, hogyha itt nem vagyok, Instagramon biztos, hogy tudtok majd rólam. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!